Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nem lehet kérdés, hogy ma már Székesfehérvár a balett városa is, hiszen Pillangók, Zero Gravity, Place Between, Hattyúktava, Fantomfájdalom, Carmen, Aladdin, Franz, Homokrajzok, nem sorolom, fantasztikus előadássorozatokat láthattunk az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 évben, ha úgy tetszik, és ezért is fontos számunkra, hogy 2022 mit tartogat. Vendégem pedig természetesen Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója. Boldog új évet, tisztelettel köszöntelek. Én is téged és a kedves hallgatókat, mindenkinek boldog új évet kívánok. Tehát egy kicsit visszatekintünk, hogy melyek lesznek azok a darabok, amelyeket átemeltek az idei esztendőre, hogy aztán utána tudjunk beszélni az Aranybulla emlékévről, hiszen az összművészeti fesztivál egy nagyon fontos az idei évben, és sok minden más kis Bobán Márkovicsot is belecsempészünk, igen, azt ígérhetem. Érdemes lesz kronológiailag haladni, hogy, és remélem én sem veszítem el a fonalat, hiszen annyi mindent tervezünk 2022-ben, de hogy mit emelünk át, mit tartunk repertoáron, ezt is két részre bontanám. Egyik az, amit idehaza Székesfehérváron fogunk tudni, vagy szeretnénk játszani, az ugye mindenképpen az Aladint. Szeretnénk játszani a Wim Szeszély című darabunkat, ami a világhírű Alexander Ekmannak a koreográfia. Ugye Ekmanról azt kell tudni, hogy a világ összes nagy balett színpadán repertoáron vannak a művei, egyik legkeresettebb koreográfus ma a világon. Magyarországon rajtunk kívül kizárólag a Magyar Nemzeti Balett tart repertoárján Ekman darabot, tehát ezt szeretném kuriózumként repertoáron tartani. Szeretnénk játszani majd karácsonytájt, természetesen a Diótörőt, és a Nemzeti Táncszínházba, ami állandó partnerünk, fogunk játszani még Pillangókat, hiszen ott nem mutattuk be ezt az estet. Ezt is szeretnénk játszani, ezt tavaly készítettük, de ez a legutolsó bemutatónk, ezt is szeretnénk több ízben játszani, körülbelül ez a... még továbbra is a Fantomfájdalommal szeretnénk utazni Kolozsvárra is, reméljük, hogy a pandémia helyzet majd ezt lehetővé fogja tenni, és hát ahova felkérés érkezik, gyakorlatilag tényleg, ahogy a felvezetőben mondtad, rettentő nagy a skála, a repertoár, amiről meríteni tudunk, bármelyik darabunkat tudjuk vinni. Jó, egy Pillangókról azért még essek szó, hiszen Lukasz Timulak itt volt nekünk, velünk, és azt hiszem, hogy ez egy következő lépcső. Fontos lépcső. Így van, építkezünk a repertoárba, az majd mindjárt mondom tovább, hogy egész hova fogunk eljutni. Lukasz Timulák szintén egy nemzetközi hírű koreográfus, nagyon sok helyen játsszák darabjait, ő a világhírű Holland Táncszínháznak volt a szólistája, majd koreográfusa, az ottani koreográfus laboratóriumból került ő ki, egy nagyszerű darabot mutattunk be tőle, ez a Pillangókkal együtt játszottuk, és a Zero Gravity az én egyik korábbi munkám, de Magyarországon még nem játszott darabunk volt a harmadik része ennek az estnek. No, és akkor egy néhány szót, ha már a Fantomfájdalmat megemlítetted, hogy átemeljük, hiszen a Fantomfájdalom egy fontos történelmi korszakot, Trianonnak soha nincsen vége. Trianon az itt él velünk. Ez itt él velünk, a következménye pontosabban itt él velünk, bár az időben egyre távolabb kerülünk, megtanultunk együtt élni ezzel a drámával, túléltük ezt a drámát, sőt nagyszerűen, mai napig fejlődünk és fejlődik az ország, hál' Istennek, úgyhogy, de hát nagy veszteség. Bele se gondolok, mi lenne akkor, hogyha azok a elcsatolt részek, azok nálunk maradtak volna, de nem azon szeretnénk most sírni, hogy mi az, ami nincs, de ezt a fájdalmat, ezt a fantomfájdalmat érezzük, a mostani generációk is. Még akkor is, ha nem mindig vannak tudatában, hogy mit jelent ennek a vesztesége, de pont ezt célozta meg a darab, hogy nem csak, hogy tudatában legyenek, hanem átérezzék. Hiszen a művészet, a költészet erejével szóltunk az emberekhez erről a témáról személyes történeten keresztül, hogy átérezhetővé váljék, és onnantól kezdve sokkal könnyebben megérthető, hogy ez a veszteség mit jelent mindannyiunk számára. Igen, és hát sajnos ez nem juthatott el határainkon túlra, mégpedig a koronavírus járvány okán, eddig még nem, de hát azért bizakodóak vagyunk, hogy nagyon majd valami történik. No, akkor jöhet az a felsorolás, ami... Kronológia. Nagyon a küszöbön áll a következő bemutatónk, az január 28-a Vörös Marti Színházban. Beethovennek csodálatos balettszvítje van, a Prométheus teremtményei című, és erre készítettem egy koreográfiát, ez egy olyan 25 perces cselekményes balett, szarkasztikus balett, Prométheus történetét talán mindenki ismeri, ellopta a tüzet az Istenektől,
megbüntették, sziklához kötötték, és ott kellett neki ott szenvednie, mert hisz egy madár mindig ette a máját, ami visszanőtt. De ez a mítosz, de ennek azért nagyon sok üzenete van, ez egy példabeszéd természetesen, ez a mítosz, mint minden mítosz. Ez egy persziflás, egy humoreszk, de a humor mögött, az igazi humor mögött mindig igazi dráma van. Ez a Prométheus című bemutatónk lesz a következő, amit együtt fogunk játszani, az imént említettem az Alexander Ekmannak a Vím, az a Szeszély című darabját, amit nem játszottunk ki összesen, aztán kétszer ment eddig Székesfehérváron, tehát az lesz az első rész, és a második rész a Prométheus. Aztán utána Gőzerővel dolgozunk, elkezdünk dolgozni, illetve folytatjuk a munkát, amit már elkezdtünk korábban Bobán Markovicssal egy közös produkción, ami hát talán az ország egyik legjelentősebb fesztiválja, a Bartók Fesztivál a Művészetek Palotájában. Erre meghívást kaptunk, ami nagyon megtisztelő egy fiatal társulatnak, mint amilyen mi vagyunk, és a Bobán Markovicssal, tehát élőben fognak játszani. Egy közös produkció, ez április 3-án és 4-én látható majd a Művészetek Palotájában, de természetesen szeretnénk hazahozni ezek után. Hogy készülsz erre, hiszen Bobán Markovics egy nehéz személyiség, nagyon is jól tudjuk, viszont a szakmai szempontból egy óriási lépcső bizonyos értelemben, hiszen ő nem csak nehéz, hanem egészen kivételes. Én kerülöm a fajsúlytalan könnyű embereket. Én szeretek nehéz tehát emberekkel dolgozni. Nem könnyű ember, maradjunk ennyiben. Nem, de attól jó vele dolgozni, mert ebbe a fajsúlyba, ahogy fogalmaz, a nehézségben van az értéke. Hát ő nagyon értékes, fantasztikus, lánglelkű zenész. A mi lelkünk és vízióink találkoztak, aztán ennek az eredménye majd nyilván látható lesz, úgyhogy egy nagyon izgalmas produkció lesz. Beszéljünk erről a produkcióról egy kicsit, hiszen azt gondolom, hogy ez mindenképpen különleges. Hát mindenképpen különleges, azt gondolom nekik is, hiszen ők még nem csináltak ilyet. Ugye koncerteket adtak, lemezfelvételeket csináltak, de se szenírozott koncertet, se pedig táncszínházi műben nem vettek részt. Sőt, tudomásom szerint a zenéikre sem készült kortárs balett vagy kortárs táncszínház, főleg nem úgy, hogy együtt leszünk egy színpadon, és ez nekik is új, nekünk is új, mind a kettőnket, mindannyiunkat, mind a két társulatot nagyon, nagyon motiválja ez a közös munka, és hát remélem, hogy nem csak a mi örömünkre, hanem a közönség örömére is fog ez megtörténni. Hogy lehet azt a zenét, ami Bobán Markovics csapatát jellemzi, átemelni, kortárs táncszínházi karakterbe öltöztetni? Hát én minden zeneművet elsősorban láttatni szeretném a zenét. Ez tánczene, tehát Bobánnak ez a balkáni világzene, nem is lehet hova beskatujázni, és nem is kell. Ez elementáris erejű, hát ez önmagában véve táncolható. De ebből több van ebbe a zenébe, ennek dramaturgiája van. És nyilván én ennek készítek egy dramaturgiát, egy patchwork-szerű dramaturgiát, zsánerképeket fogunk megjeleníteni. Nem illusztrálni szeretném, és nem is fogjuk illusztrálni a zenét, hanem valamit mi ketten, illetve a zene és a tánc újra fog teremteni egy új minőséget, ami egy táncszínház fog megjelenni, és szerintem élő zenével játszani, különösképpen ilyen zenészekkel, mint a Bobánék, az mindig egy nagyon hálás dolog. Készülnek rá már, mint a csapatod? Hogyne, próbák, már majdnem a fele kész van a darabnak. Ugye eredetileg ezt mi, hát nem akarok rosszat mondani, de talán 2 évvel ezelőtt szerettük volna bemutatni a Királyi Napokon. Ez adta az alapötletet először. Aztán sajnos ez a pandémia, a járvány ezt nem tette lehetővé, és akkor érkezett a felkérés a Bartók Fesztiválra, hisz ez még szűz, tehát nem született meg a mű, de a próbákat már akkor elkezdtük, hogy akkor ezt a Bartók Fesztiválon tudnánk bemutatni, de természetesen tervezzük elhozni Fehérvárra is. Jó, hát nagyon várjuk. Annál is inkább, hiszen közönségkedvencről van szó. 2 közönségkedvenc, ha találkozik, akkor azt hiszem, hogy ez fantasztikus történet lesz belőle. Összművészeti fesztivál, ott voltunk a sajtótájékoztatón, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon várjuk. Nem csak II. András és nem csak az aranybulla évforduló okán, hanem mindig megszoktuk, hogy a székesfehérvári ünnepi körben általában különleges történetek jelennek meg, születnek olyan előadások, amelyekre aztán hosszasan emlékezhetünk.
Most ez egy ilyen lehetőség, kivételes lehetőség, és nem csak a 8% évforduló okán, hanem önmagában a cím, hogy összművészeti, azt hiszem, hogy ez sokat jelent. Minden magában foglal valóban. Talán ilyen még nem is volt, hogy legalábbis én nem tudok róla, hogy Székesfehérvárnak igen gazdag kulturális palettája és intézményrendszer, kulturális intézményrendszere, ennek szereplői most összefognak egy produkció erejéig, és egy olyan összművészeti produkciót tervezünk létrehozni, amiben valamennyi előadó művészeti intézménye, műfaja, művészeti ága megjelenik Fehérvárnak, illetve tovább menve a múzeum is, hiszen ennek installációja lesz ennek a programnak, díszlete lesz, és ez pedig, hát nem szeretném leszpoilerozni, hogy mi lesz, de itt a múzeummal közösen fogunk dolgozni. Hát nem kihozzuk eredetibe az aranybullát nyilván, de a múzeum is közre fog ebbe. De ez nagy kihívás mindenképpen. Tehát ha úgy tetszik, akkor a művészi léted egyik olyan kihívása, mert hogy ilyen azért ritkán adódik valójában. Ez minden szempontból nem csak művészi kihívás, hanem szervezés szempontjában is. Természetesen nem vagyok egyedül, hanem alkotótársaimmal közösen fogjuk ezt, és azzal a kiváló csapattal, akikkel én dolgozom a Székesfehérvári Balettszínházban ezt létrehozni. Ez nagyon nagy logisztikát, szervezést igényel, előkészítést igényel, nagyon komoly előkészítést. Meg kell írni a dramaturgiát, a librettót, meg kell írni a zenét hozzá. Tehát ez egy minden szempontból eredeti önálló mű lesz. Semmi konzerv nincs benne, ezt kimondottan erre az alkalomra fogjuk létrehozni. Most nem a tartalomról kérdezlek, viszont az fontos kérdés, hogy honnét jött a gondolat? Itt volt, 800. évfordulója van az aranybullának. Azt gondolom, ami Székesfehérvárhoz kötődik, itt adták ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez velem jött szembe, velünk jött szembe. És ez egy olyan lehetőség nekünk művészeknek, hogy megint a költészet erejével emlékezzünk, csak úgy, mint Trianon esetében egy ilyen jeles eseményre. És szintén egy olyan művet szeretnénk elkészíteni, ami nem egy történelmi pannó vagy leporello az aranybulla kiadásáról, hanem annak a hátterét vizsgálja. Tényleg nem szeretnék spoilerozni, hogy mi lesz a dramaturgia, de egy izgalmas színházi produkcióról beszélünk. Ez egy egyórás történelmi játék, és azért közel van április. Ugye április 23-án van a tervek szerint a bemutató, szombaton, és a tervek szerint úgy továbbra is ugye csak ezt tudom mondani, hogy a színházi művet nem csak itt Székesfehérváron, hanem másutt is hazánkban bemutatják. Igen, hogyha egy ilyen nagyívű produkciót létrehoz az ember, akkor azt nyilván azért hozza létre, hogy nem egyszer eljátsszuk és aztán átadjuk az enyészetnek, hanem ezt nagy büszkeséggel és örömmel szeretnénk vinni az ország más útjaira. Ez szintén megint szervezést igényel, de ezt úgy szeretnénk megtervezni és elkészíteni, hogy ez egy utaztatható produkció legyen. Bízunk benne. Egy kicsit beszéljünk a csapatodról, hogy áll most a csapat, hiszen azt tudjuk, hogy zajlanak a próbák, de azért volt néhány személyváltozás is, amelyek nyilván fontosak, és ezt az esztendőt most már így kezdtétek. Túl sok személyváltozás nem volt, tehát átlagos fluktuáció, ami jellemez minden balettársulatot, egy-két ember pozíciója változott, illetve ment el a társulattól, és érkeztek helyette újak. Túl nagy változás nem volt, egyre jobban stabilizálódik a társulat, de azt mondanom kell, mivel ez egy rövid élettartalmú pálya, a fluktuáció az jellemző minden egyes balettársulatnál, vagy kortárstáncszínházi társulatnál, hiszen a táncművészek egy-két évet általában véve, van, aki sokkal többet, de egy-két évet töltenek el egy társulatnál, és utána újabb, más tapasztalatokat is szereznek. Nálunk nagyon, nagyon stabil a táncosoknak a pozícióban, nincs nagy mozgás, nagyon jól érzik magukat itt, és nagyon sokan jelentkeznek, hogy szeretnének a társulat tagjai lenni. Hát nem tudunk szerződést adni mindenkinek, de ez nagyon jó visszajelzés, hogy nagyon keresett
a táncosok körébe a balettszínház. Milyen nehézségeket okozott a koronavírus járvány? Erről kell, hogy szó essék, mert azt hiszem, hogy ez valamennyi olyan művészeti ágat érintett, amely itt Székesfehérváron vagy bárhol másik megjelenik. Mi igyekeztünk nem tudomást venni erről. Mert hogyha baj van, akkor az embernek, ha léket kap egy hajó, akkor azzal kell törődnie, tovább kell hajózni, nem állunk meg, hajózunk tovább, és közben betömjük a léket. Tehát igyekeztünk egészségesek maradni, ez többé-kevésbé sikerült, nálunk nagy megbetegedések nem történtek, nem kellett ez idáig még előadást elhagynunk. Nyilván, amikor volt, de az nem tegnap volt, hál' Istennek, hanem régebben, hogy nem tudtunk előadást tartani mondjuk a Vörös Marti Színházba, vagy máshol, akkor mi se tartottunk, bár próbáltunk. Nem maradtak el előadásaink, hál' Istennek folyamatosan dolgozunk, és volt olyan időszak, amikor csak online, vagy streamelve tudtunk előadásokat tartani, de most már jó ideje közönség előtt tartunk előadásokat. Nos, hát akkor foglaljuk össze, hogy nagyon sok mindent vár rátok, ránk egy is. Nagyon fontos, igen, dolgot engedj meg, mert ez tényleg egy mérföldkő az életünkben. Ugye azt mondtuk, hogy kronológiailag haladunk, és nem értünk végig. Tervezünk egy bemutatót a Nemzeti Táncszínházzal közös produkció keretében, november 30-án. Hát, hogyha valaki egy kicsit jártas a balettben, illetve a kortárs táncban nemzetközi szinten, akkor Jirzsi Kilian nevét azt mindenki ismeri. Hát ő szerintem valaha élt legnagyobb, vagy egyik legnagyobb koreográfus. Ha a zenével szeretnék párhuzamot vonni, akkor Johann Sebastian Bachról beszélünk. Jirzsi Kiliannak tervezünk bemutatni egy művét, megkaptuk a művet, Umballó címmel, közösen a Nemzeti Táncszínházzal, és ez egy két felvonásból álló balettes lesz, az első felvonást az este én készítem, ez egy új darab lesz, és a Jirzsi Kilián remek műve, az Umballó pedig a második felvonás. Ez egy nagyon fontos mérföldkő az együttes életében, szakmailag, művészileg, mindenféle szempontból, nem csak azért, mert csodálatos mű, hanem azért, mert Kilián csak olyan társulatoknak ad a világon, kizárólag nagyon magas színvonalon működő társulatoknak ad, mert nem engedi meg, hogy az ő művét olyan társulatok interpretálják, akik nem azon a színvonalon vannak, hogy azt magas művészi és szakmai színvonalon interpretálják, úgyhogy ez önmagába véve egy komoly elismerés egyben a társulatnak. Tehát ez áttörést jelent mindenképpen. Hogy készülnek rá a táncosaid? Hát nagy örömmel, hát várják, ugye még nem kezdtük a magát, ez a novemberben lesz, hát már maga a hír az nagy örömmel tölti el őket, nagy büszkeséggel, és nagyon motiváltak. No, akkor ez megint egy szép év lesz, és ez nyilván, hogy csak rajtunk múlik, illetve hát a balettszínház barátokon, hogy milyen lesz nekünk. Tehát akkor invitáljuk meg még egyszer, tehát lesz összművészeti fesztivál a balettszínház közreműködésével természetesen, a te koreográfiáiddal egy egészen különleges darabot láthatunk idei év április 23-án az Aranybulla emlékév keretében. Aztán természetesen továbbra is lesz pillangók, lesz hatjuk tovább. Pillangók, és most január nagyon közel van, január 28-án a Vörös Marti Színházban a Prometheus bemutatónk, utána ezt követi, amit említette, az Aranybulla, majd április 3-án, 4-én ez Budapesten lesz, de az nincs túl messze tőlünk, egyenlőre Budapesten a Bartók Fesztiválon, ami egy nagyon rangos fesztivál, és nagyon fontos szerintem, hogy Székesfehérvár kulturális ereje megmutatkozik ezen a fesztiválon. Ez 3-a, 4-e áprilisban, aztán majd hozzuk, remélhetek minél hamarabb haza a Fehérvárra, és aztán november 30-a pedig Nemzeti Táncszínház, Umballó, Jirzsi Kilián. Nos, hát akkor ehhez kívánok jó munkát az egész csapatnak. Nagyon szépen köszönjük. Covid-mentes időszakot mindannyiunknak. Omikron-mentes időszakot. És köszönöm, hogy megtiszteltél, és én pedig ígérem, hogy természetesen ott leszünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az idei év balett terveiről beszélgettünk Egerházi Attilával, a Balettszínház igazgatójával. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!